Eszter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre. Szoktál-e kávézni, és hogyha igen, akkor hogyan iszod, feketén vagy fehéren? Szoktam kávézni, és hát unikummal. De lévőhogy ez egy családbarát műsor, ezért most tejjel kérem szépen. Jó, egyébként akkor mondhattad volna keretben foglalva, hogy feketén. Ja, hogy igen, mert igen, de nem változtat a színét. Ezt mondjuk úgy hívják, hogy Kupa Mihály. Nem tudom, ismered a Kupa Mihály? Nem. Ez amikor egy presszókávé belentesz egy unikumot, és ezt szoktuk már az éjszakai fellépések után inni, hogy még évben tudjunk maradni, de legyen egy kis jókedv is. Mindig tanul az ember valamit, igyekszem. Akkor kikérjük a kávét. Köszönöm szépen. Mai vendégem az a nyíregyházi származású fiatal hölgy, akinek talán mindennapját átszövi a jókedv és a vidámság. Lételeme a humor, ami választott munkaterületén is sokat segít neki. A Duma Színház tagjaként ma már az egész ország ismeri nevét, arcát, lényét. Ám személyesen találkozni vele mégis más. Nekem egy családlátogatás adott módot arra, hogy ez teljesüljön. Vendégem Ráskó Eszter humorista, aki egy humorral fűszerezett sóstói kávé mellett válaszolt kérdéseimre feketén, fehéren. Szerencsésnek érzem magam, hogy az oly ritkázott nyíregyházi látogatásaid egyike kapcsán tudunk itt találkozni, és kávézni, meg sütizni így együtt. Köszönhetően Nádas Hajninak ugye ezt a remek alkotást, amit itt szépen ki is elemeztél az elmúlt percekben, hogy azért egy kicsit modern ez a megszokott szabolcsi dolgokhoz. Valójában fel vagyok háborodva, hogy a nyíregyházi is bekúszott gyakorlatilag ez a modern világ, és hát én még arra emlékszem, hogy nyíregyházás süteményt tettem, hogy általában zsír alapú, és darabos cukor tartalma is van, de legalább legyen piskutatekes formája, és hát ez a modernkori alkotás, nem tudok már mit kezdeni, teljesen fel. De így, hogy elmagyaráztam neked, hogy egy fekete és egy fehér részből áll, így azért már fogyasztható volt. Igen, erre mondta neked, hogy az én nagymamát megkérték, hogy csináljon egy fekete-fehér témájú süteményt, az biztos nem így nézett valaki. Viszont azt tudja, hogy egy hétig nem alszol tőle, úgyhogy igen, ezt teljesen értem. De hát meg tényleg nagyon-nagyon szép, modern, és még pisztáció is volt rajta, amikor tudjuk, hogy ez mekkora hiánycikk, úgyhogy örülök neki. Édes szájú vagy egyébként? Mit gondolsz? Mi az első tipped? Én magamból kiindulva azt mondanám, hogy igen, mert anélkül nem lehet élni szerintem. De... Hát általában, hogyha rám néznek az emberek, nem is nagyon kell magukból kiindulni, de hogy hát mondhatni édes szájú vagyok, de most már azért így tudatosan lemondok ezekről a dolgokról, hogy ilyen nagy mennyiségben nem fogyasztok cukrot. Azt kell mondjam, muszáj, mert most már hatással van rám a cukor, és hogyha az ember ugye megeszik valami édeset, akkor attól jól érzi magát nagyon hirtelen, ami most is megtörtént, mert már cukorsokkal alatt vagyok, és utána pedig egy óra múlva jön a cukor utáni depresszió, és az ember ugye hirtelen leesik egy vércukor, és nem érzi magát annyira jól, úgyhogy hát most már egy továbbként kiegyensúlyozott maradni. Nem várjuk ki ezt az időt. Szóval tök jó, hogy itt vagy Nyíregyházán, nyilván családlátogatásra érkeztél haza, és így tudtuk beiktatni ezt a kis beszélgetést. Mióta ennyire ritka az, hogy haza tudsz jönni? Hát igazából én már elég korán elkerültem itthonról, 20 évesen, ugye, amikor elmentem egyetemre, mert késtem egy évet, mert nulladikos voltam az Rinyiben, és hát akkor még gyakran hazajártam, és gyakorlatilag azóta van ez a ritkulás, mióta nem csak munkahelyem van, hanem a munka utáni elfoglaltságom is. Úgyhogy most már pihenni jövök haza csak. Tehát amikor van időm, és akkor azért is furcsa most ébren lenni ebben a napszakban, ugye? Mert egy ilyenkor már otthon szoktam aludni a kanapén, és aztán ilyenkor töltődök fel valamennyire, hogy utána belevessem magam megint egy szezonba, vagy egy ilyen etapba. Te tervezted, hogy a fővárosban fogsz élni? Tehát ezt így láttad előre? Vagy így alakult?
reméltem, amikor még fiatalabb voltam, 13 éves korom körül még nem voltam annyira kivékülve a fővárossal, mert ijesztőnek éreztem, de volt egy vonzó oldala is. És aztán, ahogy így felnőttem, akkor már nyilván ez az ijesztő rész az így elmúlt, úgyhogy nagyon szeretek a fővárosban élni. Ez hozzátartozik az is, hogy már megvannak a saját köreim, tehát hogy szerintem, amikor az ember megtalálja ott a helyét, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen már mindegy is, hogy melyik városban vagy, hiszen a saját köreidhez tartasz minden esetben. Milyen mérföldkövek voltak ott fönn Budapesten neked? Fölkerültél tanulni, úgy aztán munka, aztán a munkán kívüli elfoglaltságod, ami roppant viccesnek is mondható. Humoros, ugye? Igen, felkerült egy mesterképzésre, a BME-re jártam munkaszervezet pszichológiára, és nekem az egy nagyon nagy lépés volt, nagyon büszke vagyok rá, hogy felvettek a BME-re, és arra is, hogy kitűnővel végeztem el. Aztán pedig ugye hát szexuálpszichológiát tanultam még pluszba, és az egy posztgraduális képzés formájában, utána pedig még a munkaszervezet pszichológia képzésem alatt elhelyezkedtem a Walt Disney-nél, és ott voltam HR vezető. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy pont helyettesítettem az ottani HR-est, aki szülési szabadságra ment, és utána pedig, amikor ő visszajött, akkor meg én is elhelyezkedtem a jelenlegi cégemnél, és akkor emellett kezdtem el fellépegetni, illetve elment egy tehetségkutatóra ugye a Duma Színház és a Comedy Central szervezésében, és így lettem stand-up komikus vagy humorista, ahogy mi hívjuk Magyarországon. Ez egy könnyű döntés? Jelentkezni egy ilyen megmérettetésre? Én kétszer is meghoztam ezt a döntést, mert először még az egyetemi évek elején mentem el egy tehetségkutatóra, azt meg is nyertem, de akkor úgy éreztem, hogy mivel pszichológus vagyok, hogy ez a kettő kizárja kicsit egymást, hogy mennyire lehetek hiteles úgy, hogy mellettem mondjuk humoristaként ismernek meg, és aztán ugye elkezdtem dolgozni egy szakmámban, és rájöttem, hogy abszolút, tehát hogy nem zárja ki egymást a kettő. Nem bánom külön, hogy vártam vele, mert azért érettebb lettem. Még így is sok mindent kimondok, amit más nem mondana ki, de azért most már legalább egy szűrői rám került. És azt gondolom, hogy nekem természetes volt, tehát ez valahogy organikusan fejlődött ez az út előttem. Nem érzem ilyen különösebb bátorságnak. A pályád az miért ez lett? Miért ez az irány? Hát mert az ember saját magát keresi, és én ebben találtam meg önmagamat. De hát gimnazistaként hogyan tudtad ezt elképzelni, hogy mit csinál az a pszichológus, aminek te készülsz? Vagy honnan volt elég tapasztalat? Hát azért lettem pszichológus, mert nagyon utáltam a matekot és a történelmet, és arra gondoltam, hogy mi az, amit te érdekel, és így engem az emberi kapcsolatok érdekeltek, az interakció, hogy hogyan lehet hatással lenni egy kapcsolat alakulására, hogyan lehet visszafordítani folyamatokat, hogyan lehet embereken segíteni. És akkor magától értetődő volt, hogy ez a pszichológia tudománya lesz. Aztán minden nagy csalódás volt az, hogy a pszichológia képzés az nem ezt adja meg, hanem az megadja így ennek a statisztikai, biológiai és egyéb hátterét, meg ugye az alapiskolákat, amik hát már azóta sokat fejlődtek, de... Meg egy könyvtárat, gondolom. Meg egy könyvtárat, igen, de hogy önmagában az effektív tudás, azt neked kell magadra szedned az iskola után, meg még közben, tehát hogy amit te önszorgalomból hozzáteszel. Nyilván ez is sokat ad, de hogy nem ez a spirituális iskola, aminek az ember elképzeli, hogy 15 éves korában a pszichológiai egyetemet. És akkor jól döntöttél így több évnyi munka után, már ezt lehet így kijelenteni? Hogy jó helyen vagy? Nézd, én egy 120 fős informatikai cégnek vagyok a HR vezetője, ugye munkaszervezet pszichológiában tevékenykedem. A szexuális pszichológia az inkább egy kikacsintás volt, az így érdekesnek találtam, és én nagyon szeretem ezt a munkát, mert egy nagyon jó közösségnek vagyok a tagja, és érdemben tudok segíteni nekik abban, amire szükségük van. Úgyhogy én nagyon szeretem, igen. Ezért is van az, hogy miközben én ugye humoristaként tevékenykedem, nem hagytam ott az állásomat, mert nem azért, mert hogy anyagilag függök tőle, mert ennek már egyáltalán nincs jelentősége, hanem azért, mert jót tesz nekem ez a közegben való együttműködés, meg ez a fajta szemlélet, meg ez a fajta friss, az agyamnak a frissen tartása, hogy folyamatosan ki vagyok téve ilyen megoldandó feladatoknak. Az, hogy Magyarországon ma már, amikor így azért a legtöbben meglátnak, hiszen a munkahelyeden véges az a létszám, akikkel minden nap találkozol. Tehát akik meglátnak most, akár televízióban, vagy újságban, vagy
utcán felismernek, azért vagy a bűnös nem üvete gondolva. Nehéz összekeverni téged bárki mással. Hogy azért szoktak, biztos, hogy van egy kellemes pillanatuk. Azt gondolom, hogy akkor talán mosolyra derül az arcuk. Vajon Mária Geron az ugyanezt érje meg, ezt teszem fel magamnak, ezt a kérdést, nem? Igen, bocsánat. A kérdés arra vonatkozna, hogy ez így végig kísérte ezt a 3 évtizedet, de hogy te mindig vicces voltál, tehát mindig nevettek a környezetedben? Mert ugye erre rá kellett azért valamikor jönni, hogy vicces vagyok, van jó humorom, tehát ezt lehetne használni, alkalmazni. Hát ugye ezt minden alkalommal, bárkivel beszélgetek, mindenki megkérdezi, ez egy tanult folyamat, vagy egy beleszületett adottság, és hogy valójában ez egész arról szól a részemről, hogy van egy perszónám, van egy személyiségem, amit szerettem volna kifejezni egy eszköz által, és ez az eszköz az a humor, és nekem ez mindig volt. Tehát gyerekkoromban is vicces voltam, nevettem, jókedvű voltam, meg sokat beszéltem. Van egy ilyen történet is, hogy édesapám hazajött Prágából, és nem tudtam még beszélni, de már gagyogtam, és akkor megláttam őt ugye 7 után, és elmondtam neki mindent, ami történt a saját szavaimmal, és végig kellett hallgatni, mert közben mutogattam, mondtam magamét, és hogy részemről ez egy veleszületett tulajdonság, de vannak olyan emberek, akik megtanulják a humort. Nem tudom, hogy lehet-e különbséget tenni a kettő között, de részemről itt ebben nincsen plusz befektetett energia. Az egy másik kérdés, hogy az ember, amikor elkezd mondjuk előadó művészként funkcionálni, akkor csiszolnia kell ezt, mert nyilván abban a nyers formájában, hogy az ember ezt így birtokolja, nem fog funkcionálni. Tehát ezen dolgozni kell. Hát az előadás az nyilván az egész külső megjelenésre is vonatkozik, ahogyan az ember teszi-veszi magát akár, vagy ahogyan oda készül színpadra, hogy ott most ugye az most nem egy színházi előadás, de egy más jellegű, és mégis előadás. Neked mikor kezdődtek el ezek az életedben? Mikor kaptál először lehetőséget, és mikor vált ez szokássá? Maga a fellépés? Hogy igen, az, hogy már kiálltál, hívtak. Hát ennek ez valakinek egy program lett, hogy téged hallgat és néz. Hát szerintem én ezt sosem közelítettem meg ebben a szempontból, mert ez végig az én önismereti utam volt, tehát hogy ennek nem volt, ez részben sosem a közönségről szólt, hanem saját magamról. És ugye itt az volt, hogy volt maga tehetségkutató, és utána pedig jött egy felajánlás a Duma Színház részére, hogy szeretnének velem dolgozni. És ugye volt egy ilyen próbaév, amíg megnézték, hogy van ebben egy potenciál, vagy azon a 12 percen kívül mit tudok magamból kihozni, amit ott megmutattam. És a fejlődés után azt mondta a Duma Színház, hogy szeretne felvenni társulati taggá. És ugye most 7 év után azt hiszem felvettek engem társulati tagnak, egyetlen lány vagyok, és hát ez egy nagy dolog szakmai körökön belül, és nekem is egy nagy dolog volt. És ők biztosítják a fellépéseket, tehát hogy én magamnak nem nagyon szervezek, úgyhogy nekem hál' Istennek csak el kell menni. És ez körülbelül 2,5-3 éve van lassan. Ez sok pluszt ad neked? Tehát időben nyilván sokat veszel, de az, hogy ez része lett az életednek, ez sokat nem ad? Nem veszel időben sokat, mert tehát ezt az időt a tévé előtt is tölthetném ugye hétköznap esténként, de ha már lehet választani, hogy a fellépő társaimmal szórakozom és fellépek egy nagy közönség előtt, és én is jól érzem magam, vagy várom, hogy elmúljon az életem, és megpróbálom ezt valamilyen munka utáni programmal elütni, hát azért én érzem, hogy ez inkább minőségi időt ad nekem. Úgyhogy nagyon sok időt elpocsékoltam előtt, engem azt mondanám, amit nem ezzel töltöttem, de ennek most volt itt az ideje. És hát nyilván ez egy befektetés, másrészt pedig nagyon sokat járok vidékre fellépni, úgyhogy nagyon sokat utazunk, és annak mondjuk van egy ilyen 5-6 órás időintervallum igénye is pluszba. Az mondjuk egy kicsit másik véglet, hogy az ember egy órás előadásért mondjuk 5 órát utazik, de benne a pakliban. Én gondolom, hogy azért az nem ritka, hiszen már most itt évekről beszélünk ebben a tekintetben, hogy az emberek mondjuk nem biztos, hogy csak egy-egyoldalú kommunikációra vágynak veled, hanem tehát annak is örülnek, biztos, de hogy úgy kérdeznének valamit, vagy úgy beszélgetnének, vagy úgy... Tehát ez az előadás közben szerintem ilyen nincs. Nem előadás közben, hanem ez megtörtént, meghallgattak, de úgy valamire kíváncsiak, vagy csak a véleményüket szeretnék kifejezni. Tehát ezek a műsoron túli kommunikációk, ezek gondolom azért valahogyan működnek, közösségi oldal, vagy bár keresnek. Abszolút. Valahogyan?
Abszolút, abszolút. Hát van közösségi oldal, ugye, teljesen egészségtelen szerintem. Én nagyon boldog lennék, ha nem lenne. És nem azért, mert nem kapok pozitívat belőle, mert nagyon-nagyon-nagyon sok pozitívat kapok belőle, és túlnyomó többségében azt. Viszont önmagában nem tudok mit kezdeni a dicsérettel, meg igazából az, hogy ilyen rövid út van egy idegen ember is köztem, ez sokszor inkább nyomasztó nekem, mint hogy pozitív érzéssel töltene el. Viszont tényleg nagyon szuper, hogy gyorsan kapok feedbacket, vagy visszajelzést így a munkámra vonatkozólag. De tudod, a humor az olyan, hogy mindenki tud nevetni, ezért erről mindenkinek van véleménye. És azt hiszem, hogy mindenki kicsit boldogabb lenne, hogyha kevesebbet tudna más embereknek a véleményéről. Ez azért is van, mert nem az a kultúrája a véleményadásnak, tehát mi nem tudunk nagyon, hogy is mondjam, építő módon kritikákat megfogalmazni, hanem sokszor érzésekről beszélünk. És sokszor érzem azt, hogy nem vagyok kíváncsi minden embernek minden érzésére, mert az esetek nagy többségében nem az én produkciómra szokott szólni, hanem az ő egyéb körülményeiről. És ez mondjuk szerintem nem tesz jót senkinek, viszont nagyon jó, hogy tudok velük kapcsolatot tartani, mert nyilván én is tudok velük kommunikálni, hogyha van előadásom, akkor tudom őket tájékoztatni erről, stb. Illetve nagyon jó érezni a szeretetet, tehát ez ilyen szempontból fontos. Úgyhogy igen, ez így megvan. Aki humorista, és tényleg már kimondjuk rá, hogy humorista, tehát mindig van ötlet? Mindig van alapanyag? Nem hiszem, hogy mindig van ötlet. Az úgy működik, a humoristáknak a túlnyomó többsége úgy dolgozik, hogy ahogy jár kell a világban, ha valamit észrevesz, egy összefüggést, egy valami, ami érdekes, de ő nem tudja hol tenni, ő rögtön felírja. És akkor az én telefonom is tele van jegyzetekkel, és akkor lehet, hogy azzal nem kezd semmit hónapokon keresztül, és aztán van egy szituáció, ahol szüksége van új anyagra, és akkor leül ezt végignézni, és akkor elkezd összefűzni, elkezd kiszínezni, elkezd így feldolgozni, és szoktunk gegelni, tehát hogy van, amikor összeülünk, és akkor elmondjuk, és akkor egymásnak segítünk. Illetve hát vannak olyan anyagok, amik önmagukban elviszik az egészet, tehát vannak időszakok, amikor az ember így terméketlennek érzi magát, de ez általában kimerüléssel szokott így összecsengeni, úgyhogy ilyenkor vagy pihenőt tartanak, vagy pedig találnak valami módszert, amivel ki tudják magukat szedni ebből a lelki állapotból. Én, ahogy hallgatlak, nézlek benneteket, tegnap este, amit láttam, ott éppen te voltál a konferencié, tehát a kollégákat vezetted fel egy előadás alkalmával. Tehát egyrészt nagyon fontos az, hogy neked is ugye ez, ami ott az aznapesti szerepet, hogy tehát mégiscsak humoristaként csinálod azt a fajta fellépési részt, hogy nagyon jól ismerd őket, hogy tényleg meg tud fogni azokat a személyiségbeli jellemvonásokat, amire rá lehet hangolódni. Vagy el tudjam hitetni az emberekkel, hogy ez így van. Vagy így van. Köszönöm szépen. Mégis csak pszichológus vagy. Igen. Én meg csak egy kíváncsiskodó valaki. A másik pedig, hogy tehát ami miatt én tudom nézni ezt a fajta humort és szeretem, az irónia. Az, hogy az ember, én úgy gondolom, hogy sok mindent azért a saját életetekből, a megélt jelenetekből, életjelenetekből, vagy helyzetekből ki tudtok hozni, arra alapozva. Hát ez az irónia. Én nekem ez bejön, és ugye ezt azért nagyon szépen fel lehet dolgozni. Komoly sztorikká egy ilyen életesemény. Neked van ilyen, ami ilyen nagyon jó humorra alakult, amit így hoztál? Ja, persze, nagyon sok minden volt, ami így került be a sztorikba, hogy velem történt valami tényleg rettenetes ilyen furcsaság, és akkor ezt feldolgoztam. Általában az emberek reakciót szeretem nagyon jól feldolgozni, tehát az könnyűvé teszi. Illetve ez egyfajta ilyen terápia, tehát hogy sokan pont az ilyen sokkos dolgokat, amikor így találkozom valamivel a világban, mert azt mondta, hogy úristen, ez miért történt meg velem, vagy így miért ilyenek az emberek, hogy lehetek ekkora szerencsétlen én, és hogy amik így, tehát hogy ezt az érzetet keltik benned, azok később lesznek a legjobb történetek, mert van egy plusz motivációd, van egy plusz energia a történet körül, ami miatt így még jobban fogod tudni díszíteni ezt így humorral, ugye? És ezért ez nagyon jól szokott működni. A kettő munkádat, vagyis hát a munkádat és az elfoglaltságodat tudod olykor összehozni, ötvözni? Segíti egyik a másikat?
Én azt mondanám, hogy az egyik a munkám, a másik pedig a hivatásom, ugye? És hogy ez nagy, kicsit ilyen nagyképű is, mert nagyon sokáig nem is hittem el, hogy én megérdemlem azt, hogy ez megtörténhet velem, hogy én humorista lehetek, hiszen ez egy kiváltság, ez egy óriási dolog, és aztán ugye az emberi rutina megszokja, hogy így tényleg ez is egy munka valójában. Van, hogy a munkahelyről azt szoktam sztorikat behozni. Nagyon sok ilyen HR-es cég hívom úgy fellépni, ilyen különböző rendezvényeikre, és ott kifejezettem egy ilyen anyagom, amit így a HR köré építek. És az most szakmai előadás, vagy szórakoztató fellépés? Abszolút mindenféleképpen. Szakmai előadás, ezt szoktam szintén tartani, és azt is nyilván humorosan, de hát a fókusz ugye máshol van, tehát hogy ez egy fontos téma. Amikor fiatalabb voltál, vagy akár még gyerek. Júdiak előtt, igen. Vagy akár még mondjuk kislány. Akkor néztél a tévébe ezeket a, nem is tudom, hogy kabaré, meg ilyen humoros műsorokat? Tehát, abszolút. Hát a Gálvölgyi Sót, ezt ugye mindenki nézte. Ugye volt ez a készátverés, és hát a Fábri minden csütörtökön. Azt végignézhettem, és azt imádtam, és Kis Ádámmal osztozunk ezen az életeseményen, hogy mind a ketten Fábri Sándorok szerettünk volna lenni. És ugye az ember, amikor először látott Fábri Sót, abban a gyönyörű díszletben az a fantasztikusan szórakoztató ember, az egész ilyen nagyon megreált, tökéletes közeg is, és dinamikus, és humoros, és színes, és érdekes, és szagos, és minden, akkor az embert azért egy gyerekként ezt teljesen magával ragadta. És utána valahogy így organikusan úgy alakult az utam, hogy csatlakozhattam a karavánhoz. És amikor találkoztam Fábri Sándorral a rádiókabaréban, akkor nagyon-nagyon-nagyon megható volt nekem, hogy az előadásom alatt beállt Sándor a velem szemben lévő, ugye ez magyar rádió épületében van, és akkor van egy közönség, és közönség mögé felállt Sándor, és végighallgatta az előadásomat, és tapsolt, kacagott teli szájból, és utána nagyon megdicsért, és adott egy csomó ilyen tippet, tanácsot, hogy teljesedjek ki, és hogy hogyan töltsem be a teret, és nagyon-nagyon-nagyon optimista volt, és az nekem egy ilyen igazi isteni útmutatás volt, hogy azt gondolom, hogy a számomra egyik legnagyobb szaktekintély ilyen módon elindított, ez nekem hát egy óriási, óriási élmény. Az, ami nagyon fontos a humoristákkal kapcsolatban, hogy mi szeretjük egymást, vagy támogatjuk egymást, és nem az irigység, nem a féltés, nem a közönségféltés van közöttünk, mint ilyen atmoszféra, hanem az összetartás és a közösen tenni akarás, és ez egy nagyon nagy adomány szerintem a mai világban, ugye, ahol nem ez a jellemző. Amikor a színpadon állsz, és mondjuk ott vannak, én nem is tudom, hogy egyszerre hányan tudnak hallgatni benneteket, de nagyon nem kevesen. Ugye a Duma színházban 300-an, de volt, nem tudom, a legtöbb ember, aki engem hallgatott, az ilyen 2500 ember volt. Uh-huh. Itt volt Nyíregyházán, ugye a Bújtati Szabadidőcsarnokban, és általában ilyen 300-500, tehát hogy van. Most inkább olyat idézzünk fel, egy olyat, amikor nincsenek nagyon sokan, és akár ugye az arcokat úgy látod is, hogyha úgy pásztázod a tekinteteddel. Van, aki nem nevet? Akkor ez a Szalagavató volt, és 2007-ben. Mindig van, aki nem neved, de ez sosem, tehát nem nézek arcokat, nem nagyon szoktam kiválasztani embereket. Van egy ilyen klub helységünk, a Kompót, ahol 80-an vannak csak, ott azért lehet interaktálódni. Aha. Szoktam néha egy emberekkel beszélgetni, tehát hogy bevonom őket, de önmagában erre csak ilyen gegek erejéig van idő, mert a többiek elunják magukat. Az mindig egy kicsit megcsípni valakit, de hogy ennyivel ennyi. Az nem baj, hogyha nem nevet valaki, mert attól még figyel. Az a baj, hogyha mondjuk beszélget valaki. Uh-huh. De ez nagyon, tehát 100-ból egyszer történik meg. Ha valaki beszélget, az arra rögtön lecsapok, vagy a színpadról, és az általában mindig azzal szokott végződni, hogy ő elhallgat valamiért, és hogy a többiek meg nevetnek rajta. És ez egy ilyen oktatási célzat, ilyen megsemmisítés, nem? De hogy ha amikor az ember 300 embernek ad elő, akkor nem nevet mindenki ugyanazon. Vannak dolgok, amik jól működnek sok ember között, de ez nem is lényeg, mert ez az egész egy tömegpszichózis. Tehát, hogy én effektíve a tömegre nézek, és ez egy olyan, mint egy ilyen karmester vagy, és a karmester irányítja ugye a tömegnek így az energiáit. És ez egy nagyon szuper érzés, és egy földön túli érzés az egész, de azért tud működni, mert az ember nem látja meg az egyént a tömegben. Tehát, hogy ott csak rólam kell szólni, és ennek a furcsa ilyen energiaátadás szituációról. Úgyhogy ott nagyon nincs erre, hál' Istennek, lehetőség, mert
és elkámpicsorodni sincs lehetőség. Volt már borzasztó rossz előadásom, tehát volt már, hogy fejben nem voltam ott. Szét voltam esve, nem tudtam megcsinálni a tömegpszichózist, vagy nem engem vártak, mert valaki mondjuk beteg lett, és beugrottam helyette, és akkor ez egy alapvető csalódásérzés, ugye. És van olyan, amik utána úgy jössz le, hogy te izzadsz a fufud alatt, és úristen, most akkor azonnal menjünk még a városból is el, de ez nagyon ritkán van, és ebből mindig tanul az ember, és ez vastagítja meg az embernek a bőrét ahhoz, hogy még erősebb lehessen, és a legközelebb egyáltalán ne fogjon rajta egy ilyen helyzet. Az, hogy egyedül vagy lány ebben a kis csapatban, amiben valószínű egy hatalmas felemelő érzés bekerülni, ugye, és együtt maradni a fiúkkal. Ez miért lehet, hogy a hölgyek vagy a lányok így le vannak maradva? Vagy hogy fogalmazzak? Szerintem nem annyira érdekli őket, egyszerűen. Tehát, hogy vannak amúgy még lányok, csak ők nem társulati tagok. Hogy nem arányaiban nem, semmiképpen nem éri el a fiúkét. 2% kávédének. Igen, és hogy mondjam, sokat gondolkoztunk ezzel, meg beszélgettünk is a fiúkkal, de egyszerűen szerintem tényleg nem érdekli őket. Tehát, hogy ez nem éneklés, ez nem egy, ez egy magas rizikójú, összetett dolog, amiben nem is kell igazából, tehát, hogy nem, tehát egy csomó nem női dolog kapcsolódik hozzá. Amikor egy férfi előad a színpadon, vagy egy nő előad a színpadon, mint humorista, megszűnik a gender, tehát hogy senkit nem érdekli, ez milyen csávó, nem érdekli, hogy milyen nő, az érdekli, hogy nevete rajta, és ugye és effektíven nem is lehet, nincs is ez a fajta ilyen rockstar rajongás, tehát hogy nincs olyan, hogy hú, de lefeküdnék a Kőhalmi Zolival, tehát nem így szoktak el kivenni így az emberek így az előadásról, és valószínűleg tartom, hogy somó, tehát nem tudom, vannak, akik szeretnék ezt csinálni, csak nem tudják, vannak, akiknek egyáltalán nem érdekel ez a fajta, nem tudom, erőpróba. De tényleg az a baj, azért nehéz ezt nekem megválaszolni, mert ugye én vagyok az, aki meg akarja ezt csinálni, ugye is nő vagyok, úgyhogy én nem látom semmi akadályát, vagy negatív részét ennek, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy ez szuper, és bárki, aki akar ezt csinálni, akkor az fogjon bele, jöjjön el, vannak ilyen open mic estek minden második vagy harmadik hétfőn a Duma Színházban, tanuljon, próbálkozzon, fejlessze magát, legyünk jó sokan, és nem megyünk egymás kárára, mindenkinek más a humora, és én nagyon örülnék neki, hogyha lennénk többen. De erről tehát nem lehet, mert ezt neked kell akarni, mert annyi igénybevétel van, meg annyi nehézség az elején, hogy azon máshogy nem tudja az ember túltenni magát, csak legyőzhetetlen motivációval, tehát belső motivációval. Köszönöm, hogy eljöttél este. Köszönöm a meghívást, és a süteményt, és a kávét. Egészségedre. Köszönöm. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsi cukrászda. A műsor támogatja a Máté Szalkai 15-ös számú delikátesz ABC, a Reál Üzletlánc tagja.